Szabó Álmos vagyok, és jelenleg a Vasas Paraúszó szakosztályát vezetem. Ebben a pozícióban, nem is tudom, 2016 óta tevékenykedem. Egyébként a Vasas SC alkalmazásában már több mint 8 éve vagyok, tehát hűséges katonája vagyok az egyesületnek. Úszóedzőként pedig azt mondja, hogy lassan 20 éve tevékenykedem. Alapvetően én úszóversenyző voltam, tehát lehet azt mondani, hogy adta magát ez a dolog. Azért nem egészen így van. Amikor befejeztem az úszó pályafutásomat, akkor elég hamar ráálltam erre az útvonalra, mert szerettem úszni is, szeretem ezt a közeget, meg mondhatjuk, hogy ez az életem legnagyobb szelete. Úgyhogy ebből adódott, ott volt egy oktatási folyamat, szépen végigjártam a ranglétrát, és már nem is tudom az évet pontosan, de nagyon régóta edzősködöm. A parasporttal először 2008-ba kerültem kapcsolatba. Akkor két nagyon neves hölgy úszóversenyző kért fel arra, ez a pekingi paralimpia után volt, hogy esetleg lenne kedvem segíteni az ő felkészülésüket, és először ekkor kerültem kapcsolatba, tehát ilyen konkrétan 2008 őszén, úgyhogy már 12 éve foglalkozom paraúszással. A szakosztályban sok sportoló van, akikkel én foglalkozom, úgymond az A-csoport az 5 versenyző, és egy másik 5-6 versenyző van, akik a másik csoportban vannak. Igazából az ő szakmai munkájukat végig felügyelem, tehát jelenleg ennyi versenyzővel foglalkozom. A kérdés másik része, hogy milyen sérültségű versenyzők. Hát ugye ebből a számból adódik, hogy különböző, hiszen azért 10 sportolóról beszélünk, két egyforma alapból nem létezik a paraúszásban. Úgyhogy most azt így nem kezdeném taglalni, de röviden azt mondom, hogy a legalacsonyabb egy 5-ös kategóriás úszótól egészen a 10-esig többféle úszóm is van. Hát nagyon tanulságos időszak és egy nagyon boldog időszak. Tehát erről azt kell tudni, hogy sokan azt látják kívülről, ha csak az eredményességet vesszük alapul, hogy ó, hát ez milyen könnyű, hát ez felkelek a kanapéról, és akkor én már is terem a babér. Hát ez nem egészen így van. Úgyhogy az embernek ugyanúgy, mint egy más embernek bele kell tenni a 110%-ot, akkor lehet esélye arra, hogy valamit elérjen. A lojalitás az egy fontos tapasztalati tényező, illetve az empátia az talán még nagyobb, mert mivel hogy ők így születtek, rendellenességgel született emberek, és így élik az egyébként teljes életüket, azért a lelki világuk ezáltal sokkal, hogy is mondjam, rögösebb, vagy nehezebb, vagy bonyolultabb, mert valahol mégiscsak visszagondolnak arra, mi lenne, ha nekem is úgy lenne, meg így lenne, meg amúgy lenne. Szóval a velük való munka ebből a szempontból azért lelkileg nehezebb. Azt kell mondjam, nekem már nem, mert teljes mértékben megszoktam, de egyébként nem könnyű. Igazából azt gondolom, hogy nem szabad különbséget tenni, ez egy nagyon fontos tényező, hogy ép vagy para. Mert egyrészt ők sem szeretik, hogyha meg vannak különböztetve, meg egyébként nincs miért megkülönböztetni őket. Nekem ők ugyanolyan úszók, mint egy ép úszók, hiszen a teljesítmény része az a fejlődés, és a teljesítmény a lényeg, hogy mit, hogyan irányítunk, úgyhogy itt nincs különbség ebben, és nem is emelnék ki különbséget. A technikai elemekben, a variációs feladatokban van, hiszen nincs meg mindenkinek ugyanúgy, esetleg végtaghiány, vagy bármilyen rendellenesség, mint az épeknél, tehát máshogyan kell összerakni szakmailag egy ilyen dolgot, de nincs különös különbség.
szerencsés helyzetben vagyok, mert hirtelen nem egy ugrik be, hanem több esemény is, vagy dolog, úgyhogy lehet, hogy nem is emelnék ki különösebben, inkább azt mondanám, hogy nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, és boldog vagyok, hogy velük dolgozhatom. Hát először is, aki parasporttal szeretne foglalkozni, és ilyen irányú affinitása van, mindenképpen legyen türelmes és figyelmes, mert ez egy nagyon nehéz dolog, tehát ebben nem csak beletanulni kell, beleszokni kell, hanem teljesen át kell élni ezt a dolgot, hogy hogyan tudjon az ember javulni és fejlődni, mert még egyszer mondom, ez kívülről nézve lehet, hogy egyszerű, de egyébként sokkal bonyolultabb, mint egy teljesen átlag korosztályos úszónak mondjuk a felkészítése. Úgyhogy én csak a türelmet javaslom, és senki ne gondolja azt, hogy ez egy könnyű útvonal.